nem emlékszem minden dologra, de családtagjaim, szüleim, feleségem, testvérem elbeszéléséből tudom, hogy körülbelül mi történt. Kint voltunk a Fidesz nagygyűlésen a tegnapi nap folyamán, két gyerekkel, a 2 éves fiammal, meg a 1/2 éves fiammal, és aztán a nagygyűlés után szépen elindultunk hazafelé. Elég lassan haladtunk, mert rengetegen felismertek, beszélgettünk egy kicsit. Aztán egy idő múlva megérkeztek, a baloldal, keleti felé mentünk, a baloldali mellékutcából azok az emberek, akiket a rendőrség beszorított a Deák tér irányából, akikkel napközben már többször összecsaptak, beszorították a Fidesz nagygyűlés résztvevői közé. Azok is ott többen körbeálltak, és mondták, hogy micsoda minősíthetetlen dolgok, milyen brutális fellépés történt a rendőrség részéről. És éppen miközben ezt mesélték, akközben csöngött a telefonom, és édesanyám mondta, hogy ott állnak, beszélgetnek az Asztóriánál, és a rendőrség elkezdett könnygázt szórni közéjük. Hát ezt követően mondtam a feleségemnek, hogy hát akkor vigye gyorsan haza a gyermekeket, és hát természetesen, hogy egy Fidesz nagygyűlésről van szó, Fidesz képviselő vagyok, hát ha könnygázzal lövik az embereket, akkor nyilvánvalóan nem lehetett hazamenni. Ha hazamentem volna, azt hiszem a mostaninál is rosszabbul érezném most magam. És családomat hazaküldtem, és visszafordultam, találkoztam a szüleimmel, és a elmondásuk szerint fejembe vettem, hogy én parlamentert fogok játszani, és elővettem az országgyűlési képviselő igazolványomat, és elindultam, hogy a rendőrökkel beszéljek. Egy ideig az öcsém jött velem. Elmondása szerint, ahol már nem volt a rendőrség és a tömeg között semmi, ott már leállt, gondolván, hogy neki nincsen képviselő igazolvány és mentelmi jog, hogy fölöslegesen nem vereti meg magát. Úgyhogy ő ott megállt, egy ideig nézett, de aztán a figyelmét elterelte, hogy hullott mellé is könnygázgránát, hogy annak az eltaposásával volt elfoglalva. És én meg tovább mentem, mint országgyűlési képviselő. Elmondása szerint utolsó képe ez rólam, hogy tartom a kártyámat, az igazolványomat magam előtt, és utána szem előtt tévesztett. Hát én éjfél körül nyertem vissza az emlékezetemet itt a kórházba. Előtte is már több emberrel beszéltem, de azt se tudom visszaidézni. Tehát többen állítják, hogy tegnap este 8-kor, 9-kor, 10-kor telefonáltak, meg telefonon beszéltünk, de az az igazság, hogy képszakadás van. Tehát nem tudom, hogy mi történt ebben az időszakban. Emellett az amnézia mellett milyen sérüléseket szenvedett még? Hát van egy súlyos fejsérülésem, vagy nem tudom mennyire súlyos, de jó fejbe vágtak, úgyhogy szétrepett a fejbőröm, úgyhogy ott az elég rendesen vérzett, tehát a farmer felsőm, meg a pólóm, azt ott csukott a vérbe, csak úgy, mint a nadrágom. Ezen felül eltörte a lapockám, és hát a szám az úgy néz ki, mint az Angelina Jolie-ért, csak én nem használtam hozzá szilikont, hanem ezt a szemet is talán gumibottal rendezték el. Fogaim is érzem, de szerencsére nem vertek ki egy fogam sem, tehát fájnak a fogaim, érzem, hogy erősen megütötték őket. Ez még a jó indulata vagyok, akár attól is lehet, hogy ahogy fejbe vágtak és eldőltem, akkor bevertem a számot, csak nincsenek ilyen pornyomok, tehát valószínűleg én úgy sejtem, hogy inkább ez is attól lehetett, hogy szájba vágtak. Most ugye nem emlékszik arra, hogy mi volt a szándéka pontosan, de így a mai eszével mit gondol, mit tett volna, hogyha esetleg tud beszélni a rendőrökkel? Hát én nyilván abban a szándékkal mentem oda, hogy azt mondjam el, hogy ez egy Fidesz rendezvény, be van jelentve, teljesen törvényes, békés emberek voltak itt, senki nem adott semmilyen indokot arra egyébként, hogy ilyen módon lépjen fel a rendőrség, és azt gondoltam, mint fideszes parlamenti képviselőnek, hát ezt a kutya kötelességem megtenni. Az az igazság, hogyha ma is lenne bátorságom, akkor azt gondolom, hogy ma is ezt kellene tennem. Hogy a történtek után legközelebb lenne hozzá bátorságom, azt már nem vagyok, abban már nem vagyok teljesen biztos, de azt gondolom, hogy ez lenne a helyes. Tehát amit tettem, hogy megpróbáljam csitítani a rendőröket, és megpróbáljam normalizálni a helyzetet országgyűlési képviselőként egy olyan rendezvényen, aminek a Fidesz volt a házigazda. Azt hiszem, hogy ez egy minimálisan elvárható eljárás a Fidesz egy képviselőjével szemben. Hát
sajnos, amikor odaértem a rendőrökhöz, akkor képviselő igazolvány, ide képviselő. Fejbe vágtak, eltörték a papockámat, tehát nem vagyok egy ilyen díjbirkózó kinézetű. Azt gondolom, különösen agresszív ember sem. Hát mindegy, ez történt, ők is kicsit túlfűtött lelki állapotban voltak. És ön szerint mit kellett volna tenni a rendőrségnek? Gondolom azóta tájékozódott, hogy mi történt a Deák téren.